mondjuk például egy kényes kérdést, amit az ember nem biztos, hogy jó, ha én most ezt megkérdezem, de hát mégis, akkor az volt az egyszerű trükk, hogy azt mondtam, hogy hát nem tudom, hogy jól teszem-e, de hát a nézők elvárnák tőlem, hogy megkérdezzem, ne haragudjon. És akkor jött valami, ami már kapott a néző számára egy hangsúlyt, talán el is hitte, hogy tényleg ezt én elvártam volna utólag. Mondom az Antónak, hogy az a helyzet, hogy a Göncz nem akar veled közösen interjút adni. Nem akar. Csak azt találta ki, hogy a vadászteremben már a déki osztás utáni eszem iszom izézőjelbe zajlott, és akkor azt mondja, na gyere. És látjuk, hogy a Göncz áll egy ilyen rajongói kör közepén, és megy a duma. És akkor az Antal oda megy hozzá, így átkarolja, azt mondja, gyere Árpád, megyünk nyilatkozni. Bennem soha nem merült az fel, hogy na hát miért a Tamási Eszter van vasárnap estére beosztva, mikor már én is vagyok valaki, tudod? Hanem örültem, ha most épp vasárnap este, vagy örültem, ha vasárnap délelőtt. Tehát nem volt bennem, hogy menjenek már az utamból, mert majd én jövök. Új beszélgetések minden kedden és pénteken a Spektrum YouTube csatornáján.